Csingi, lingi, lingi! Én vagyok a csengő. Száncsengő, csingi, lingi, lingi. Na, hát akkor... Én csak a birkanyakában való kolomb vagyok. Tehát, a lényeg az, hogy... ez egy jég. Ez egy jégkristály, amit most látsz. Kicsit megnagyítom. Ez egy jégkristály. Angolul van rajta, mert hogy ez angol nyelvű előadásokban is szokott szerepelni. Egy csomó anyag van itt ilyen, ami kinti egyetemeken is szerepel. Ezt már régen tanítják egyébként az én anyagomat is az egyetemeken. Partizán módon tanítják, mert a vaskalaposok azok meg vannak tőle örülve. Persze ez működik, és ennek a nyomán már nagyon sok felfedezés kezd elindulni. Tehát föl fogja villanyozni az egyetemeknek az életét. De még kell azért egy idő, még engem agyonvernek, és aztán szentté nyilvánítanak, és akkor már úgy tanítanak, mint szentkönyvet, de a lényeg, hogy kell hozzá még idő. Ez a jég. A jég egy tetraéder formájú, azok a kis vízmolekulák itt, ugye ez az oxigén, ez a kettő a hidrogén, ilyen szögben állnak rajta, van egy német-osztrák találmány, ismerem a feltalálót is, személyesen is jobban vagyok vele, többször találkoztunk, és föltalált egy ilyen furcsa szerkezetet, amihez nem kölelem, csak egy ilyen kosárba akasztod a pince közepébe, és kiszárad a pince. Ja, de nem köbelelem. Ez ilyen falszárító, de az az érdekes, hogy ennek megvan az ellenkezője is, és akkor meg följön a víz a száraz pincébe is, vagy a sivatagba. Szóval megvan az ellenkezője is, a hajszálcsövességet változtatja meg. Tehát ennek a szögét változtatja, ennek a vízmolekulának a szögét a rezonanciájával, elkezd így rezegni, meg bejebb csukódik egy kicsit, és ettől kicsúszik a hajszálcsövességből a víz. Tehát a falba a hajszálcsövesség, a felületi feszültség miatt följön a víz. De hogyha ezt beteszed, akkor meg kicsúszik a víz a hajszálcsövességből, de ha kiveszed, visszajön. Tehát ez benne az érdekes. Legfeljebb mondjuk azt érdemes csinálni, hogy átitatni, amikor már kiszáradt, átitatni a követ valamivel, hogy ne engedje a hajszálcsövességet tovább működni, de ezt meg lehet csinálni. Ezt egy Jakab István nevezetű vállalkozó terjesztette, ő adta ki az első könyvemet. Amikor nagyon érdekes volt, a Kossuth Klubban volt az egyetlen előadásom, később egy év múlva azt mondta a Kossuth Klub igazgatója, hogy soha többet engem nem enged be oda, ezt üzente. Na, ki a fene akar hozzád menni? Kényában mondta persze, mert az előtte sem, meg utána sem voltak annyian, hogy a lépcsőház is majdnem leszakadt annyian, sose voltak az előadáson. 20 ilyen nyugdíjas öreg szokott ülni az előadáson, aztán most meg 250-en voltak, és már az előtérben, a lépcsőházban, mindenhol a lépcsőn is ültek, úgy hallgatták az előadást. Tehát olyan népszerűsége volt. Az Egeli Gyuri, én meg a Király Zoli bácsi, az egy pszichológus volt, pszichiáter volt, és együtt mind a hárman a Parakutatási Tudományos Társaságnak a megalapítói közé tartoztunk, és ez a lényeg, hogy nagy sikere volt az előadásnak, nagyon tetszett mindenkinek, és ott jött hozzám oda a Jakab, hogy van-e valamilyen könyvem, amit ki kéne adni. Hát én volt nekem ilyen könyvem, akkor már a 8. kiadónál volt, minden 8 kiadó azt mondta rá, hogy nagyon jó, de másnap mindegyik azt mondta, hogy még véletlenül se adja ki. Nem tudom, figyelsz-e? Tehát persze, mert valami cenzúrának megmutatták, és a nevem is elég volt arra, hogy azonnal kihúzza, hogy ilyet nem lehet kiadni. És ez a jég. A jég is ilyen kristályszerkezetű, de az érdekes még az is, hogy ez is víz, ez meg a víz, a folyadék kristály, a víz. A vízben így helyezkednek el az atomok. Tehát el tudnak egymáson gördülni, persze, de mi a lényege? Ezek itt a kis vízmolekulácskák, de itt van valami, ami egy nagyon érdekessé teszi ezt az egész jelenséget. Ott középen van egy darab oxigénatom, és ez teszi azt, hogy a víz a negyedik dimenzióban is létezik. Tehát ha egy molekulának a közepén is van egy külön a kapszomerben, mert ezt így kapszomernek lehetne nevezni, kapszulácska,
Hát ez a dobozka. Ez egy dobozka. És ott a közepében ott lebeg egy darab oxigénatom, ugye? Na jó, hát molekulárisan semmihez nem kötődik, de ennek ellenére az ott marad, mert hogy ez a víz egy négydimenziós víz. Nagyon érdekes, mert átmész a negyedik dimenzióba, végcsináltuk a kazettákat, mindjárt Péter, végcsináltuk a kazettákat, és mondjuk rámentünk arra a patakra, olyan volt, mint a kocsonya, amikor rámentél, világított a víz. Fehéren világít a víz, amikor rámész. Én nem mondtam, hogy ez fehéren világít, meg kocsonya, meg semmit, csak menj rá, és próbáld ki. Nézd a járni tudsz rajta. De bele is tudsz menni, akarsz, és akkor utána inni is tudsz belőle. Ez egy patak, ami folyik, de ez egy világító kocsonya patak. De nem olyan, mint a disznó lábkocsonya, hanem ez nagyon más. És ez a negyedik dimenziós víz. A tiszta víz, mert csak az életvize ilyen. Ha itt a tócsára rámész, olyan, mint egy ilyen vas, kihűlt vascsepp. Fekete, és ilyen csepp alakja van neki. Tehát ilyen furcsa, ilyen a széle, ilyen gömbölyű. Tehát így rámész egy tócsára, a negyedik dimenzióba, itt. Akkor ezt ilyennek látod. Tessék, parancsolj. Négydimenziós környezetben az egyik hatás, egyik nyelenség az, hogy a fémek nem vezetik az áramot. Igen. Mintha nem is léteznének, hogyha nem tudom, most egy kicsit erőltetem a dolgot. Léteznek a fémek. Léteznek, de nem vezetik az áramot. Elképzelhető az, hogy a víz viszont vezeti az áramot. Mert akkor eltűnne az autó is. De nem tűnik el. Nem tűnik el. Tehát az autó ott marad, a rádió megmarad, a telefonod ott marad. De ha telefonálni akarsz, akkor rájössz, hogy semmi nem működik, mint ha kivetted volna az akkumulátort. És hogyha víz lenne benne az áramot vezető közeg, akkor elképzelhető. Milyen érdekes, az amerikaiak bizonyos űrdolgoknál meg egyebeknél találkoztak olyan jelenséggel, hogy melléjük állt egy idegen űrhajó, és ettől kezdve az összes számítógépük egy nagy rakás szart ért. Miért? Mert négydimenziós hatást hozott létre, és ettől kezdve az összes számítógépük azt mondja, kialudt minden rajta, minden monitor, minden eltűnt, kész, vége. Tehát az irányítás nulla, tehát távközlés nulla, minden nulla. Ajajaj. Erre csináltak, hogy irányítható maradjon az űrhajó, csináltak egy hidraulikus számítógépet, 1 kHz-el megy, 1 kHz-el, tehát 1000 műveletet tud végrehajtani csak egy másodperc alatt, az elektronikus számítógépek milliárdjaihoz képest nulla. Ugye hát az milliárdszor, tehát iszonyat, ezerszer ezer, az, vagy milliószor millió, az a milliárd, milliószor millió, az a milliárd. Tehát a milliószor millió, hát nem az már billió, bocsánat, igaz, mert csak ezerszer millió az a milliárd, igen, jól mondod, legalább figyeltek, nem volt véletlen, mert ezt már nem szokták észrevenni, de tehát a lényeg, hogy ne hallgassál rám, hanem mindig figyelj. És mi a lényeg? Lesd azt, hogy én hogy tévedek. És közben olyan éles lesz az elméd, majd meglátod. Mert én mindig azért igyekszem olyan dolgokról beszélni, ahol már kénytelen vagy gondolkodni. És az jó dolog. Tehát aki eddig butának hitte magát, az mire innen kimegy, majd rá fog jönni, hogy hát nagy bajba lesz, még a szőkenők is nagy bajba lesznek, mert hát a Megi az már olyan okos, az már lever mindenkit, mint a vaka poharat, ugye? Az már olyan űrtechnológiát is tud meg. A múltkor is mutattam, érti ő már? Tehát itt van egy dodekaéder. Ez egy dodekaéder, ötszögletek határolják a dodekaédert, szabályos ötszögek, és ennek a minden sarkán van egy vízmolekula, és középen pedig van egy oxigén. Tehát így tudunk azért már ilyeneket a térbeli, ez egy sztereokémiai kép. Ezt mi csináltuk, ez a mi szabad egyetemünknek a könyvtárában van. És vannak itt még érdekes dolgok, ez a grafit. Ez már sok. Ez a grafit. Ugye, miért puha a grafit? Mert ezek el tudnak csúszni egymáson, túl messzire vannak ezek a szénatomok egymástól, és a kötőerő már kicsi, így erős a kötőerő egymás között, itt erős, de a rétegek között nincs nagy kötőerő, elcsúszik egymáson, ezért a ceruza egy puha, valamit tudsz vele rajzolni, pláne a bés, mondjuk ilyen 6 bés, vagy mit tudom, mennyi a legpuhább. A tiszta grafit. Az már drágább is, mert a nem agyagból van, érted, csinálva, mert az agyagporral keményítik mindig jobban.
ugye a hás az a, má, az a hárda, kemény változat, és abban már sok az agyag. Tehát az alig fog, de az nem is kopik annyira, mert az, ott már keményebb a ceruza. Ez a puha ceruzának az atom szerkezete. Ilyen ezek szénatomok itt, tisztán szén van benne, ezek szénatomok hatszögletben vannak, és hát nem így kötődnek egyébként, nem benzolgyűrűszerűen kötődnek, itt másról szól a történet, itt ez is egy ilyen grafit. Na, ez már egy nagyon érdekes, ez egy szerves vegyület, ez az etin, vagy az acetilén. Ez a C2H2 a tapasztalati képlet, ez a szerkezeti képlet, meg itt van térbe, mert ez a két szénatom, itt nincsenek szénatomok ezen a sarkon, látod? És ez meg itt, vagy hidrogénatomok sincsenek, és itt van két hidrogénatom, ez meg két szénatom. Ez a telítetlen vegyület, hármas kötés van benne. Figyelsz egy kicsit? Hol is van az a hármas kötés? Most megértetted igazán a kémiát? Figyelj, Jordan, nagyon érdekes. 1, 2, 3, látod? Ott nincsenek szénatomok, nincsenek hidrogénatomok, nincs ott semmi. Tehát azok a egymáshoz kapcsolódó vegyértékek, a szeneknek az egymáshoz kapcsolódó. És a negyedik vegyértéket meg lekötötte a hidrogén. Aztán van ebből még többféle variáció, tehát az azért érdekes, mert nem erre kellene lépni. Á, ez már jó! Jó, ez nagyon jó. Ez az etén, ez C2H4, ennek az a képlete. Több hidrogén van benne, ugyanúgy két szénatom van benne, de 4 darab hidrogén, és hol van benne a kettes kötés? Itt, meg itt, ugye? Ott van középen, ugye milyen, hogy adja magát ez? És tetraéderekkel lehet lerajzolni, és tényleg megnéztük, itt ebbe pontosan itt vannak az olvashatatlan ebbe a kis izébe, de a lényeg az, hogy nagyon pontosan tudjuk azt, hogy milyen messzire vannak a szénatomok egymástól, mert erről van a mérési adatok, nem mi mértük. És milyen érdekes, minden passzol. A szögek is passzolnak, hogy a hidrogén hogy áll. Ezt nem teszik hozzá ezt a tetraédert, hanem csak ide tesznek egy szénatomot, meg szögbe oda teszik így a... De nem teszik oda a lényeget, hogy itt a kettős kötés. Nézd csak, itt az egyik vegyérték, itt a másik, és a másik szén itt van, és ez kötődik, és ez a kettő vegyértéke meg a két hidrogént így köti le. Tehát ez egy sztereokémiai valami, de egyúttal megjelenik benne egy tetraéderes sablon, és ez a tetraéderes sablon, ez bizony ott van. Nincs mese. Ezzel nem lehet vitatkozni, és akkor van még egy-két vegyület, mondjuk ez. Nézzük csak. Mondjuk ez az etán, ezt már talán hallom, etán-etán-propán-bután, így van a sorozat. Pentán-hexán, stb. Heptán-oktán, tehát így megy tovább, de számok vannak benne igazából. Mert a metánban nem, mert az aztán egyáltalán nem adja ki. Nem az a logika van benne. De amikor már mitől megjelenik a pentán, az már ugye ötöt jelent, a penta, az ötöt jelent, a pentatón, az ötös hangsor, stb. Tehát ez a zenével is összefüggésben van, egyébként a valóságban is. Ezek az atomok muzsikálnak, és ugyanúgy akkordokat zengenek, meg mindenféle érdekességeket csinálnak bizony, csak erre rá kell jönni. Itt már nagyon közel kerül a két szénatom egymáshoz, és mind a kettőn 3 darab hidrogénatom lóg. Ezért aztán a képlete, mi is a képlete? C2H6, igen. És ez az etán. De van itt valami érdekesség. Itt van valami érdekesség, mert ez az egyik nézete ennek. Tehát a végéről nézve ezt a molekulát, ha a végéről nézed, akkor pont egy Dávid csillagot ad ki. Milyen érdekes. Tehát ezt csak elfordítottuk, és pont egy ilyen vetületében egy Dávid csillag. Ez a hátsó, ez meg az első. Tehát direkt sötétre, világosra vettük, és csak elfordítottuk a számítógépbe a molekulát, és gyönyörűen lehet látni azt, hogy ez innen nézve egy Dávid csillag. Úgy egyébként maga az oktaéder is ugyanezt adja ki. Hát az is Dávid csillagnak néz ki fölülnézetbe. Tehát összeragasztok egy furkapáccal vagy oktaédert, ránézek fölülről, akkor kiadja ugyanígy ezt a Dávid csillagot. És ennek semmi köze a zsidósághoz, ezt hozzá kell tenni. A Szentlélekhez annál több.
Tehát ezen keresztül a Dávid csillag is. Tehát a Mógen Dávid abból ered? Bizony, az abból ered. Nem az van, hogy a Dávid mit megálmodott meg. Dehogy is. Az egy régi tudás. Tessék, parancsolj. A Dávid csillagot tudomásom szerint a zsidók, a prágai zsidók a 19. században kezdték el, mint szimbólumot, meg mint jelképet használni. És egyébként náluk is a Szentléleknek a jele, tehát a Szent Lelket jelenti. Tessék, a vallásosoknál. Ha ez hatágú, nyolcágút is tudná ilyet mutatni? Mindjárt, ez egy másik nézete ugyanennek. Ez egy koronén, ez egy érdekes, nem, ez egy benzolgyűrű. A benzolgyűrűben, majd lesz koronén is, direkt betettük a Dávid csillagot, hogyha így kötöm össze a vegyértékeket, nem így, akkor mindenki jön, mert így nem jön ki. Tehát másképp kötődik a térbe, de a benzolgyűrű, ez a primitívebb variációja, a szögek miatt volt érdekes nekünk, mert azzal sokat kísérleteztünk, ez a Betlei Tamásnak, a lelkész úrnak a munkája, mert most már azóta ő végzett lelkészünk, és visszafele kell lépkedni, merre kell lépkedni. Na, itt egy oktaéder, és tetraéderek rajta, ez a gyémántnak a szerkezetébe jelenik így meg. Az oktaéder azért mondja a téridőre a japán, hogy angolul, hogy három gyémánt. Japán. Three diamonds, a japán nem úgy mondja, a Mitsubishi. Mitsubishi, az a, de az angol, azért mondta, hogy a japán úgy mondja angolul. Mert az a Mitsubishi. A Mitsubishi az nem más, mint a Szentlélek ugyancsak, csak hogy abban már benne vannak a hiperterek is. Tehát az többet tud a téridőről. Igen, Kínában megtaláltam 3200 éves iratban már a téridőről precíz, pontos megfogalmazást. Egy Time nevezetű könyvet kaptam egyszer ezelőtt, vagy 18 évvel, és megvan, lefénymásoltam, megvan, épp most kötöttem be a múlt héten, vagyis, hogy ilyen klammival összefogtam, mert csak ilyen zacskóba volt, meg ezért, de most már össze meg tudom nektek mutatni. A misztikus spirált, meg a Time nevezetű könyvet most kötöttem be, ezt akkor egyszerre hozta nekem valami tanítvány, vagy hallgató, és le is fénymásoltuk, már nagyon érdekes volt. Ez még az első könyvem kiadása idején volt, tehát az már jó régen volt, 91-92 környékén, és akkor tudtam kiadni, mert az már kész volt sokkal előbb, 85 után, 86-ban már megvolt, hordtam az egyik kiadótól a másikig, és mindegyik azt mondta, hogy állati jó, tehát az olvasó szerkesztő külön fél volt óránként telefonon, hát apám, én még ilyen baromi jót nem olvastam, szóval így hívtak föl, és aztán az igazgató telefonált másnap, hogy hát kérem, milyen tudománytalan dolgokkal nem foglalkozunk. Szóval nem tudom, hogy figyeljetek el. És közben megdöglöttek a kiadók. És közben elvesztek a kéziratok. Közben elvesztek. Három komplett kéziratot csináltam, mire a negyedik megjelent. Három elveszett. De színes ábrákkal, mindaz akkor az még nagyon drága volt, és én meg nem voltam nagyon gazdag akkor éppen, mert akkor épp csuktam befele a tévészerelő üzletemet, amiből volt nekem pénzem, de most akkor eldönthettem, hogy vagy kutatok és csinálom a dolgomat, vagy pedig rohangálok éjjel 12-ig tévét szerelek, de akkor meg már fizikailag nem bírom, hogy na akkor még reggelig, mert ez nem lehet, belehalsz. Tehát azt nem lehet. És akkor így baj volt, kutattam egy ideig, de nagyon kiborultam tőle, és abba hagytam, nem bírtam fizikailag egyszerűen. Ezek a gyémánt struktúrák, na mutatok azért nektek még ilyen érdekeset. Ez már a ciklohexán, és a benzolhoz hasonló vegyület, de ez is tetraéderekkel van megrajzolva, ha figyelsz, ez pontos. Ez a rajz. Igen, nézd meg, hogy vannak a tetraéderek egymásban. Tehát ez 6 darab tetraéder igazából. És ezek a szénatomok, és a kötéseket is lehet nézni. Jaj, van egy olyan csavarható molekulám, ami barzasztó érdekes, tehát így forgatni lehet. Tehát így forgat. Egy cső, karika, de forgatni lehet, és akkor összecsukódik, kinyílnak a vegyértékek is. Állat érdekes. Azt egyszer mutattam már régebben neked, majd előkeresen behozom nektek. Nagyon érdekes. Ezzel kapcsolatos. Még amikor ezt csináltuk. Aztán mi van még? Bizony, a Dávid a fiad az nagyon jókat csinál. És itt van a valóság.
Tehát, hogy azért a teória akkor igazán jó, amikor beigazolódik a fizikai síkon. Ez egy ion mikroszkópos felvétel, amiket itt látsz, ezek az atomok. Tehát ez egy folyadék felszíne, pontosan annak a folyadéknak, a ciklohexánnak a felszíne, amiről az előbb a molekulát mutattam. Na most nézd meg, a szín az kamu, tehát nem kék színűek azok az atomok, a forma a lényeg, ez egy tű, ami letapogatja a felszínét ennek a folyadéknak, és a tűn egy-két volt feszültség van, tehát nem nagy feszültség, egy zseblámpa elem szintje, na, egy ceruza elem szintje, másfél voltos egy ceruza elem, tehát az akkumulátor csak egy-kettő, de a ceruza elem az másfél voltos. A Leclanché típusú elem az másfél voltos. De már a többiek is, egyébként az újabbak is másfél voltosak, ami már nem kimondottan pontosan annyi, mert az még a barna kőporos elemnek a megjelenését. Később már másabbakat is kitaláltak, ezek az energizer, abban már még műszer is van, hogy mennyi benne az áram. Abban már műszert is beépítettek, megfogod az elemet, azt így megméri neked, hogy mennyi van benne. Rajta van a műszer beépítve az elem oldalán. Azért adják olyan baromi drágán, mindig kidobsz egy műszert is. Tehát az a lényeg, hogy ez itt három darab szénatom a hidrogénjeivel, akik genek ott kavarnak körülötte, és alul is megvan a három, csak az így nem látszik, mert ha visszamegyek, akkor látszik. Nézd csak, a ciklohexánnál hogy volt? Tehát fönt-lent az a lényege, hogy fönt-lent vannak a hidrogénatomok. Lehet, hogy ez... De, ez... Ez C2H6 igazából, ez inkább benzolnak nézem. De van a ciklohexánnak egy másik változat, csak nem találom. Ez az, ez. Itt van, ez az. Tehát fönt-lent vannak az atomok, az a lényeg, hogy három fönt, három lent, és ez az ion mikroszkóp hogy működik? Csináltam ilyet, egy szuprafon lemezjátszónak ócska szuprafon lemezjátszónak a fejéből csináltam. 25 000 dollárért adnak egy ilyet. Hát mondom, hát nekem ugye 25 000 dollárom nincsen. Elmentem a KFK-ba, megnéztem, hogy ezt elvitte egy barátom, megmutatták. Hát működés közben nem mutatták meg, mert szerintem nem használták egyszer, csak státuszszimbólumnak megvették, mert nem sokat mérhettek ezzel, hát talán 20-szor mértek vele. A lényeg, hogy van egy tű, és azt a tűt egy nagyon pici területen ide-oda így lengeted, és közben még így mindig arra húzod. Mit csinál? Letapogat egy felületet, egy pici kis területet. Mint a TV képernyőn az elektronsugár, az is így megy, sor végéről visszaugrik, alatta egy sorral, aztán megint alatta egy sorral, és így letapogatja neked a képet. Ez baromi gyorsan csinálja, ezért azt képzeled, hogy ott egy felület van. De nem, az csak egy pont, csak olyan gyorsan rohangál, hogy te azt hiszed róla, hogy az egy felület. És ez a lényege, hogy ez a tű letapogat egy területet, és közben ingadozik benne az áram. Picit ingadozik. És ezt az ingadozást föl lehet erősíteni, egy erősítővel, egy speciális erősítővel, és tudnék, elektronok ugranak át a folyadék felszínébe, mert nagyon közel van hozzá, és a tűhatás miatt kiugranak belőle elektronok. Tehát nagyon pici áram folyik belőle a folyadékba. Az már jó, mert akkor ha atom fölött van, akkor több áram folyik, ha luk fölött van, akkor kevesebb, érted? Tehát itt vannak az atomok, közte lukak. Ha luk fölött van, akkor kisebb áram folyik, nincs, hova átugorjon. Akkor odaér a pupra, akkor a pupnál puff, átugranak elektronok, átugranak, akkor megint jön egy nagy luk, akkor megint nagy szünet. És ezt látod azon a kékes képen, amit az előbb mutattam, hogy a folyadék fölött így letapogatta, és csinált egy képet belőle, hihetetlen, egyszerű. A szuprafon lemezjátszó mit csinál? Volt egy ócska szuprafon lemezjátszó pick-up-öm. Hát mondom, ilyet én is tudok csinálni ennél, hát ez semmi. Mit csináltam? Rászereltem egy tűt, de nem abba az irányba, hogy szokott állni, meg az egészet nem úgy alkalmaztam. Tudjuk, a lemezben így van fölvéve a sztereó. Van egy ilyen vájú, abban megy a tű, nagyon fölnagyítva. És az egyik oldalán van a jobb csatorna, a másik oldalán a bal csatorna. Hullámos a széle a vájúnak. És ahogy pattog benne a tű, az buzerálja hangszorot, és attól szól. És akkor
Ugye miről szól? Pont derékszögbe áll egymásra ez a két vájú, tehát így is lehet fordítani őket koordinátarendszernek. Hát én mondom, hát ez pont derékszögbe áll, az nekem pont jó. Mert az egyik eltérítés, a másik eltérítés. Ráadtam az eltérítő jelet a Supraphon lemezjátszó tűrre, nem letapogatta ez a hülye. Jöjjön, letapogatta a felületet. Mondom, volt ilyen nagyon sima graffitizém, fölötte elkezdtem, és lerajzolt az atomokat. Mondom, gyerekek, győztünk! Igen, hát ezt meg lehet csinálni. Most az az érdekes, hogy ezt házilag meg lehet csinálni. Ez kell egy kicsit vele zélni, tornázni egy-két hónapot, de megvan, és 25 ezer dollár. Hát a két hónapig csinálod, beleizzadsz, így folyik rád a víz. Hát 25 ezer dollár számold át már forintba. Ugye, most a mostani áron mennyi is egy dollár? 200, legyen 200, na. Számold át 200-ával a 25 ezeret. Ha csak kétszer veszed az 50 ezer forint, ha 20-szor veszed az 500 ezer forint, és hogyha még egy nullát utána egyszer, amit kell, az bizony 5 millió. Na, és ezt megkeresed két hónap alatt, akkor az nem volt jó az 5 millió két hónap alatt. Tehát igaz, hogy ezért nem fog neked talán fizetni, ha csak nem tudsz bőle valami okosságot kitalálni, valamilyen a kis hülyéknek való műszert, amivel el tud szórakozni ő, és kész. És mennyibe kerül egy lemezjátszó pick-up? Hát önköltségára mennyibe fog ez kerülni? Mit gondolsz? Úgy vettem ki a már eladhatatlan Supraphon pick-up-öt, mert ott volt bele 8 darab a fiókomba. Hát tévét szerettem, de mást is megcsináltam. És ott volt a fiókomba, hát ott rohadt meg. Hát kivettem, ingyen volt. Na most ebből meg lehetett csinálni, képzeld el, neki kell állni. Szóval az eget észszel, messzelik, nem mészszel. Ezek megvették 25 ezer dollárira. 25 ezer dollárért megvették a KFK-ját, hogy nekiálltak volna, hogy csináltak volna egyet. Ez igaz, hogy ennek a seggeluka is ki volt aranyozva. Meg vákumszivattyú volt benne, meg minden. De kérlek szépen, az új, én nálam már nem volt vákumszivattyú, és mégis működött, és ráadásul akkor szoba hőmérsékleten rendesen lehet vele, mint egy rendes mikroszkóppal kész lehet vele dolgozni. Jó, kell vele egy kicsit ügyködni, de hát akkor is az atomok látszanak. Hát azért ez nagyobb, mint az elektromikroszkóp. Nekem az is van. Nagyon jó kis elektromikroszkóppom. Láttátok már? Hát aki még nem látta, megmutatom, hogy mert valaki nem látta, és akkor el se hiszi. Mert azt mondja, hogy hát Gyuri, miket mondasz? Jó, hát én meg tudom mutatni. Azt ott hagyom a képet, hogy megmaradjon. És ott van az egyház, kutatás. Ezen rajta van, ezen azt hiszem, ezen a weblapon az el. Na mi lesz már? Mit? Jó ez. Jó, rendes. Na, ugye szép? Ez az én elektromikroszkopom. Ez a padláson van. Hát látszik a gerenda, itt van. Ezt meg a Józsi csinálta. Hol vagy Józsi? Ott volt az előbb még. Hol vagy? Ott. Ezt a Józsi csinálta ide föl. Igen. Nagyon tud fölcsinálni a Józsi. Ő csinálta az egész villanyszerelést és minden. Persze, működik is minden. Nem is volt semmi. Jelentem, nem volt semmi probléma vele. Úgyhogy azóta még nem volt vele semmi. Azért most már azért hány évet csináltuk? Hát már jó pár éve, 6-8 éve, mit tudom, 10 éve. És még mindig hibátlan jó. Tehát, eddig látsz vele lefele? Ezzel semennyire, ez egy elektrom, ja lefelé, ez ott van rajta a nagyítás, 540 ezer szeres. Ez az LT-nek volt az elektromikroszkópja, és egy LT-s fizikus barátom megvette 25 ezer forintért, és eladta nekem 30 ezerért. A fém már, a mételebbe levittük volna, ötszörösét kaptuk volna, mert ólom, meg réz, meg sok anyag van benne. Ez most is ott áll a laboromban, kicsit most meg van pakolva, tehát ilyen tornyok állnak rajta most, meg van pakolva, de attól még ott van, ugye szép? Most is működőképes, abszolút. Csak hát foglalkozni kéne vele, de már van jobb, úgyhogy ezért inkább csak, hogy mondja, aport. Meddig lát a legjobb vajon a világon, ha ez 540 ezer szeres? Ezzel még nem látszanak az atomok, de nagyon 540 ezer szeres nagyítása van, tehát félmilliószoros nagyjából. A lényeg, hogy az, amit az előbb mutattam, tehát előtte ez a kép, ez sokkal nagyobb, tehát ez már milliószoros nagyítás fölött van jóval, mert az atomok már ennyire látszanak.
Tehát ezek a kis gombocok. Nem ez egy atom. Ez már egy molekula, ez az a 6 darab atom egy kupacba, ez már egy benzo, egy ciklohexán molekula. És azért ilyen, még látszik rajta, hogy ilyen domború is, tehát lehet, nagyon szép ilyen térbeli felvételnek néz ki, mert térben tapogatja le valóban ez a tű, egy tű az egész. Nincs benne, nem lehet belenézni, szóval nehogy az, hogy bele lehet valahol nézni, nem, hanem egy tű, egy elektronikai jelkezdő a tűt így letapogatni a felület fölött, utána ezt egy számítógép képé alakítja, és akkor az megjelenik neked egy monitoron, amit lát, amit a tű letapogatott. Ja. Tehát ez fizikailag nem lát semmilyen optikai képet, hanem csak az áram ingadozást méri le, és az áram ingadozásból összeáll a kép. Tessék, parancsolj! Hogy oldaltad meg, hogy 1 millimétert léptet? Egy piezóval. A piezóval nagyon jól meg lehet ezt oldani. Tudnélik, még megvan a mérőfej, meg tudom mutatni. Nyúlik feszültség függvényében, méghozzá mikronokat nyúlik, és azzal gyönyörre lehetett szabályozni a felület fölött. Tehát a távolságát a felülettől azzal lehet szabályozni, hogy egy piezóval, de egy ócska óra piezóval csináltam meg. Tehát egy csipogó az órába való 20 forint volt annak idején az órások boltjában az a piezó, hát az most sem több mint 200 forint, és avval a kis ócska óra piezóval, az amikor szól, de ha egyenfeszültséget kapcsolok rá, az így elhajlik. És azzal is gyönyör, hát az nagyon nagyokat tud szabályozni, mert itt kellett. Tehát, hogy élesre állítsam a képet, meg hogy egyáltalán megjelenjenek. Parancsolj! Nincs. Nem, az egy optikai mikroszkóp volt igazából, meg egy képerősítős. Van egy magyar találmány, én azt fizikailag láttam, belenéztem. Az optikai mikroszkópok azok már még kékfényben is haldoklanak 1200 körül. Már olajcseppel, kékfénnyel 1500 fölé nem igen tudsz érdemes képet csinálni, mert a diffrakciók miatt eltűnik a kép a francba, ilyen szivárványok lesznek, azt eltűnik a francba a kép. Már nem látszik a kép. Olyan sok a diffrakciós zaj. Tehát ilyen hullámzavarok keletkeznek benne kinézésre, amik már a képet elnyomják szabad, és olyan sok lesz. 1200-ig egy optikai mikroszkóp jó. És van egy magyar találmány, ezt egy magyar, nem tudom, hogy optikus, de beszéltem én ezzel az úriemberrel, hát mikor már vagy 15-20 évvel ezelőtt. A főutcában voltam bent egy ilyen számítástechnikai, akármi van ott ilyen, hát ilyen számítógépek meg, mit tudom én. Hát én egy számítógépes iparban húztam le 20 évet, engem mindenki ismert. Tehát én szervizes voltam, és én mindenhova kijártam, és engem mindenki, Gyuri, érzésem, mindenki úgy ismert, hogy nem megcsináltam nekik a gépeiket. Tehát én voltam a szervizes. Némelyik helyen egyedül engem láttak, mint szervizes. Néha kollégáimat is, de az ritkán volt. Na a lényeg, mert nem engedtem oda, mert akkor elrontott a gépet. Na most a lényeg az, hogy bementem ide, és itt láttam egy ilyet, hogy az optikai mikroszkópba, a fókuszpontba betett egy mattüveget, egy ilyen nagyon vékony mattüveget, ilyen folysavval maradott, nagyon finom mattüveget. Folysav az megmarja az üveget, avval lehet ilyen tejüveget csinálni. Biztos láttatok már. Ilyen szállodákban az ablakokra azokat a díszes handabandákat, ilyen átlátszatlan fehér díszeket, azt úgy csinálják, hogy leragasztják az egészet, ott kihagyják, ráöntenek folysavat, az megmarja az üveget, utána leszedik róla a celluxot, és ott marad ez a minta, gyönyörű szél. És nagyon bonyolult mintát, ott marad. És ilyen korong meg volt maradva, és azt forgatta egy kis motorral, az optikák közé volt berakva. Tehát te igazából az okulároddal, a szemlencséddel a mattüveget nézted. A mattüvegre vetítette rá a képet, amit a mikroszkóp, az objektív mutatott, rávetítette erre a mattüvegre, és ezzel az optikával közé rakotta az optikának egy átlátszatlan felületet, egy mattüveget. Hogyhogy nem, föl lehetett vinni a nagyítást, képzeld el, 2400-szorosra. Duplájára tudta vele növelni a nagyítást, és nem volt színhibás. Na, tehát ezt én láttam működni, tehát belenéztem ebbe a mikroszkóba, ez tényleg nagyon szuper volt. Tessék, parancsolj! Kérdés,
hihetek a szememnek, amit ott látok, a fehér guma, amire mondtad, hogy hat atomból egy molekula, igen? Hogy ez egy nem szabályos térbeli alakzat, hanem ilyen krumpli vagy csicsóka. Ilyen krumpli csicsóka, igen. Igen, mert különféle gerjesztés, valójában így van, a két egyforma atom sincsen, mint hogy két egyforma ember sincsen. És ami még nagyon érdekes, hogy ez egy folyadéknak a felszíne. Tehát nem egy kristály, ez egy folyadék kristály, vagyis hogy a folyadék felszíne ilyen. Olyan, mint a víz, vagy amit érted, ez ennyire folyadék. Hát a ciklohexán az egy folyadék. És annyira lehet látni az atomokat, és hogy milyen szépen rendezettek azért, krumpli, de azért nézd meg, hogy milyen katonás sorrendben vannak ezek beállva. A krumpli még krumpli. Ugye, azért milyen katonás rendszerbe állnak be a felületen? Azért ez nem akárhogy van, hanem egy nagyon katonás rendszerbe áll be, és én mondom, hogy csak három látszik, ez a három, ezek így egymással így összeérnek, alatta elforgatva, mert a másik három elforgatva van alatta, hogy a közötte van, ennyit el van forgatva, hogy közötte van a másik atom. De hát azért ez mégis hatalmas nagy dolog, ha látjuk az atomokat. Sőt, akár még tudunk is, ha akarunk olyan műszert csinálni, hogy lássuk az atomokat, nem. Majd a nagyok csinálnak a fenét, én vagyok a nagy. Mert mitől vagy te nagy? Érted? Ez a kérdés, hogy mitől vagy te nagy? Mert azt mondod magadra, nem hiszek neked. Attól vagy nagy, ha meg tudsz valamit csinálni. Nem tudod megcsinálni, akkor felejts el a nagyságoddal. Nem baj, rendes ember vagy, te csak nem vagy nagy. A nagy az nem úgy néz ki. A nagy az úgy néz ki, hogy csinál egy ilyen mikroszkópot. Érted? Tehát attól nagy. Tehát itt kezdődik hát azért az embereknek a jelent, tudod, az van, hogy rettentő nagynak hiszi magát, mert van egy szutyok, ilyen rozsdabogjája, ilyen autója, és akkor azzal ott díszeleg meg veri magát a végtelenség, pozol ott össze-vissza, aztán bemegy az étterem, akkor így eszik, így eltartja az ujját, és akkor így eszik, és akkor ilyen nagy flancol, és rázza magát, aztán közben, és az országúton eldurran a kereket, haver. Mondjuk a sivatagba. Megy keresztül az út, ja, holnapig nem jön senki. A sakálok azok jönnek. Ja, meg a hideg. 0 fok van. Az autódba kifogy a benzin. Mondjuk éjfélre kifogy. És reggelig beleheled az autódat? Nagyon jó lesz. Hát itt van a lényeg. Mert most már, ja, és akkor hogy mész tovább onnan? Hát ha adnak, mert lehet, hogy meg sem áll neked senki. Tehát integetsz te, hogy most álljanak meg. Te, mondjuk te egy nagyon csinos lány vagy, és itt csinálsz mindig, de jó. És hogyha mindig lányok jönnek. És annak hiába morikálod magad, érted? Azt mondja, hülye kurva, és rádint egyet. Nagyon ciki lesz. Tehát azért mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekem nem tetszenek ezek a morikálos lányok. Félre ne értsél. Csak legyen okos, érted? Láttam én ma olyat is, hogy okos is volt, meg szép is volt. Itt van például, tessék, nézd. Látod, így pislog, hogy... Na, tehát okos is, meg szép is, ugye? Mert mitől leszel te okos? Attól, hogy ilyen fészek vagy? Nem. Nem, attól nem. Mert nézd meg, az emberek jelentős része, odaadok neki egy mikrofont, kessék, beszélj. Nézd meg, 5 percig képtelen beszélni egyfolytában. Azt hiszi magáról, hogy rettentően tud. Mindig azt mondtam, hogy te figyelj, cserélek veled, én leülök, te beszélj, tessék. És akkor kiderül, 5 percnél tovább nem tud. Nem tud. Ez a lényeg. Pláne rádióban, tudod, azt mondják neki, hogy ja, ezt most 3 millióan hallgatják. Hát ezt képzeld el olyan, mint hogyha kiállnál egy ilyen, a Kossuth téren csak 2 millióan voltak, de kiállnál egy ilyen baromi nagy tömeg elé, és ott neked rettentő okosakat kellene mondanod. Fejből. Ja, nem ám izé, kis papírszalagú húzod, aztán olvasod, hogy mit mondasz, milyen okos vagy. Mert az rögtön látszik, hogy nem vagy okos. Egy pillanat alatt a papírból olvassa fel az okosságot, az már nekem nem okos. Lehet adatokat papírról nézni, mert nem vagyok én telefonkönyv, de azért, hát azért nem árt. Nem árt azért egy kicsit fejből beszélni. Tessék, parancsolj. Gondolkoztam ezen a vízfelbontó készüléken, tehát, és arra jöttem rá, tehát lehet, hogy nem igaz, amit mondok, hogy ez tulajdonképpen a víznek a hullámterét zavarja meg, és emiatt történik ez a... Ez nem felbontó, amit én mondtam. Az nem felbontja a vizet, hanem megváltoztatja a vízmolekuláknak a rezgését, és kicsúsznak a hajszálcsövekből. Tehát kicsúsznak, és
Tehát a téglának a hajszálcsövességéből kicsúsznak, és kiszárad a fal. Mert ez nagyon nagy dolog. A pincében nem lesz büdös, meg kiszárad, meg rendes lesz. Meg. Tehát akkor az egészét változtatja meg, tulajdonképpen a víz folyamatosan kibocsát egy időhullámot. Igen. És önnál, amikor találkozik ezzel a készülékkel, ott egy olyan, mint hamis hang lenne, és igen. Oda csapódik innen, igen. És emiatt felbomlik. Igen, de nem felbomlik, csak kicsúszik. A rezgése megváltozik, és ezért... Igen. Rezonanciába kerül ezzel, ez egy 1,2-1,4 GHz körüli frekvencia. Lenne még egy kérdés. Magyar. Hogy nem állt ez az emberi szervezetnek, tehát én beteszek egy ilyet a teremben, nem tudom. A lakásomba, és mondjuk... Lehet, hogy kifolyik belőlem a víz, nem tudom. Megszűnik a falba a... Hol az a kérdés? Nem, ha vagy a nyálam keserögni, vagy bepisálok, hát valami lesz. Tehát, mit tudom én. Akkor már baj van, igen. Tehát igen, nem tudom, nem vettük észre, tehát én nem tapasztaltam még ezzel kapcsolatos panaszokat, mert hallottam volna róla. Most már az újabb fajtát az én alapötletem alapján gyártják, de nem kaptam bele semmit. Egy vasat sem. De azt az alapötletet én kezdtem el sugalmazni a feltalálónak, hogy lehetne ezt tekercsekkel, egy nyomtatott áramkörrel, így lehetne nagyon jót csinálni. Tehát elmondtam neki dolgokat. Meg is kapta, és most vett az egyik barátom egy ilyet, jó drágám vagy 100 000-ért. Igen, ne adják olcsón egy nyákot. De hát nem kérdezett meg, mert mondtam volna, csinálok én neked. De nem kérdezte meg, hogy csinálsz-e nekem, mert csináltam volna neki. De a tűzmadarat a Józsinak csináltuk, az vett. Csináltuk egy bazdi nagy tűzmadarat, egy gyönyörű, szép nagy, 4 méter hosszú farka van, nagyám. Vettünk Ravennába ilyen mozaikokat, és akkor avval csináltunk egy nagyon nagy tűzmadarat, egy ilyen, kinyújtoztatnánk, akkor 4 méteres lenne. Ilyen kanyarban van ilyen tűzmadár, így megy ilyen alakja van neki, ilyen lendületes. Tessék? Nekem kávéscsészéd van. Kávéscsészéd van olyan? Na tehát, persze, de ez nagyon szép, a tied, a te kávéscsészéd is biztos nagyon szép. Tehát itt ez is érdekes, ez meg nem csak azért, mert ez egy ritka földfém mágnesnek a molekula szerkezete. Mi nem úgy kötöttük össze, hogy a hivatalos mágneses könyvben volt, mert az úgy hülyeség is volt, mert azt csinálták, hogy itt összekötötték ezt, és aztán kifele a semmibe egy vegyértéket vezettek mindig. Mert nem tudta hová kötni, így meg nem kell kivezetni sehová. Tehát a vegyértékek így kapcsolódnak. Tehát itt lehet látni, hogy ebbe megjelenik két Dávid csillag is, ha észreveszed egymáson belül. Látod? Van itt egy kicsi, meg egy nagyobb is van. Látod? És ez így van. Miért? Miért mondogatom ezt a Dávid csillagot? Ez összefügg azzal, amit te kérdezgettél erősen, csak ez már a kétdimenziós vetülete, pontosan a világ kétdimenziós sík univerzumát mutatja. A grafit, amit mutattam azokkal a szintén ugyanilyen elrendezésű szénatomokkal, mert a szénatom szeret így működni, és ebben a cikk, ebben a szamárium mágnesben, aminek ez a térbeli rajzolata, ami baromi erős mágnesek, szóval erős mágnes, hogy rárakom neked oda a vasgerendára, és nyugodtan rákapaszkodtasz, nem tudod lehúzni. Olyan mágnesek. Rácsimpaszkodtasz, nem tudod lehúzni. Oda rárak, az egy vasgerend. Így ráteszek neked egy nyújtót, és főhúzhatod magad rajta, és nem megy, nem jön. A neodim mágnesek hasonlóak? Igen. Iszonyatos, a neodim mágnes, iszonyatos erős. Olyan vérhajagot csip az ujjadra, nem figyelsz, hogy ha-ha-ha. Imre tudja, ugye? Imre mágnesezett sokat, és ilyen neodim mágnesekkel kísérleteztünk, és ő kísérletezett főképpen, én is csináltam vele dolgokat, és van, nem figyelzek kicsit, azt összekapja az egyik mágnes, a másikat, olyan vérhajagot csip az ujjadra egy pillanat alatt. Nem, neki nem durvább, mint az Ágnes. Durvább, mint az Ágnes, így van. Az csak karmol. Tehát így vagyunk ezzel, hogy van egy csomó olyan dolog, amivel azért érdemes elgondolkodni, meg foglalkozni. A világon rettentő sok anyag ebben a
struktúrában kristályosodik, ezek fémek. És ezek a fémek, már nem tudom elolvasni a rendszámukat, nem a nevüket, így még talán el tudom olvasni, talán. Lítium, magnézium, kálium, nátrium, kálcium, ezek a ritka földfémek javarészt itten, de van itt még valami, bárium, kobalt, francium, vanádium. Ezek így kristályosodnak, de vegyél észre valami nagyon fontos dolgot. És kiveszi észre a nagyon fontosat. Na jelöltek, kandidátusok! Na kandidátusok, a kocka oktaiber, igen. De miért is mondogatom ezt? A fény és a téridő. Úgy bizony. Igen, jót mondtam. Akkor csak megjött a nyolcágú fölülről. Megjött a nyolcágú, az a kocka, ugye? Az a nyolc, annak nyolc sarka van, az oktaédernek meg hat. Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez az oktaéder, ugye? A kockát meglátod benne. A lap közepére van téve mindig, tehát azt is nézd meg, hogy mindig a háromszög kellős közepén van egy atom, és így kristályosodnak, de valami érdekességet lát. Mi az, ami... Ott van, eltalálta egyből. A közepébe. Ezek léteznek a fémek, amelyek léteznek a négydimenziós világban is. Tehát ezek négydimenziós fémek. Tehát ezeket kell... De ezt senki nem tudja a Földön. Azt se tudják, hogy milyen a négydimenzió. Tehát ilyet, erről senki nem tudja. Mindenki azt mondja, hogy tudja persze. Szóval nagyon tudja, sőt, le is vizsgáztat téged. Csak egy kukkot nem tud az egészből. Keresek egy... találtam. Ez micsoda? Ez ugyanennek a fordítottja. Itt a kockában van az oktaéder, mert ezek egymásnak a geometriai duálisai, úgy mondják. Duálisai, mert ha most ennek is összekötöm a lapközepeit, akkor megint egy kockát kapok. Ha annak is összekötöm a lapközepeit, úgy, mint itt a kockánál, akkor megint egy oktaédert kapok, és ez a végtelenségig lehet fölfele, lefele folytatni. Ezek a egymás geometriai duálisai. Fontosat mondok, mert ez a világegyetem egyik összetartó és működtető ereje. A fény és a téridő hullámtere, az egyik egy 8-as szimmetriájú, a másik egy 6-os szimmetriájú. Mind a kettő jelen van itt, hiszen a fénykvantumokból milliárd rohangál itt is, a meleg formájában is, meg a fény formájában is, rengetegféle fénykvantum. A fénykvantumok 8-as szimmetriájúak, senki nem tudja a Földön. Ilyen elektromágneses hullámokról mesemesket élnek, de soha nem indokolt semmit. Hát nem mért senki még mágnesességet fénynél. Hát milyen elektromágneses? Hol van ott elektromágneses? A rádióhullámok nem tudok mágnesességet, meg elektromos teret is mérni. De ezek még nem tudok. Fénykvantumoknál sosem értek. Tehát innen látszik, hogy le fog vizsgáztatni, meg is buktat, ha nem ezt mondod, de nem igaz. De nem baj. Azt hitték régen, hogy lyukszalaggal kell adatot rögzíteni. Aztán azt gondolták, hogy lyukkártyával kell adatot rögzíteni. Aztán azt gondolták, hogy ekkora mágneslemezekre kell az adatot rögzíteni. Ilyen nagy mágneslemezeket javítottam. Ekkora lemez volt benne. Azon volt 5 mega adat. Azon a szutyog nagy lemezen. Egy nagy doboz, egy ekkora nagy doboz, egy fogantyú volt rajta, minden jó meg volt csinálva, precízen volt megcsinálva, ekkora nagy lemez volt, cserélhető is volt, és ez volt a megbe, 10-akárhány volt, és akkor itt van ez mennyi? Ezen 1 milliárd adat fér el. Ja, várjál, mert az 1 milliárd adat nem abban a részében nincsen. Ja, nem is ebbe van, hanem csak abban a sárga részében, mert ez csak a csatlakozó rajta. Tehát a csatlakozó legalább akkora, mint az adattároló rész, mert itt hátul megint luk van, tehát itt semmi nincs. Ez egy ilyen legósan megcsinált. Tehát van benne egy kis ujjam körményi kis vacak, és azon 1 milliárd adat van. Rá lehet tenni egy színes filmet, mit tudom én, egy könyvtárat, egy Széchenyi könyvtárat rá lehet tenni. Érted? Tehát, hogy miről beszélnek? Tehát, hogy ez mennyit változott? Régen azt gondolták, hogy így kell adatot tárolni. Aztán ez szépen megváltozott. Először mágnes szalagra kezdték el, nem mágnes lemezzel kezdtek, bár a mágnes
mágneses radatrögzítésnek voltak még próbálkozásai. Volt olyan mágnesszalag, ami ilyen végtelenített mágnesszalag volt, mint a fonográf. Olyan nekem még van, meg tudom mutatni. Én nekem saját kis múzeumom van, majd előveszem egyszer nektek, nagyon érdekes. Olyan tanúságos van, dolgok vannak benne, a csuda. Még ferites memóriánk is, ott van kitéve, az Émi látta, ott van a falon. A ferit gyűrűk vannak benne, belefér 256 adat. Igen, és egy ekkora nagy tákolmány, ebbe meg 1 milliárd adat fér ebbe a kis szutyokba, tehát azért már fejlődött. Jó az, hogy fejlődött? Jó. Bizony jó, mert hová mentitek meg, édes humánkáim, hová mentitek meg ezt a rengeteg könyvet? Ezt nem tudod elvinni hátadon, mert ez annyi tonna, hogy ezt nem tudod elvinni. Amikor kiadták az első könyvemet, az 10.700 példányban jelent meg, és az első kiadásban, mert két kiadás jelent meg, utánnyomás volt, de az elsőben azt hiszem 3.016 tonna volt. A Trepniken, amik ott voltak a könyvek bekötve, már készen a nyomdába, az 16 tonna papír volt. Most a 16 tonna papírhoz mennyi erdőt kellett kiirtani? Én azt mondom, hogy nem, inkább adom neked a CD-n ajándékba. 16 tonna volt, az biztos, a nyomdászok mondták. És tényleg nehéz. Tehát amikor elviszel 100 darab könyvet a táskába, akkor kezded érezni, hogy... Dalomba is 16 tonna van. 16 tonna könyv az azt jelenti, hogy Nem. Nem. De, egy tonna az 10.000. Részletkérdés. Részletkérdés nehéz. Nehéznek nehéz. A könyve, a gyerekek iskolatáskája nehéz. Na, ez mind gyerekek megértétek, hogy milyen nehéz volt az iskolatáska, cigöltük a rengeteg könyvet ide-oda, mert az okosabb iskolákban ott lehetett adni a szekrénybe. Tessék? Megint cigöljük, persze, cigöljük. Hát most mondjuk nagypapa cigölöd, igen. Egy kis pücök. Na, tehát a lényeg, hogy ez is az egyik fémszerkezet, csak nem azt találtam meg, de majd mindjárt megtalálom úgyis. Nem itt van. Majd mindjárt megtalálom úgyis. Ezek különféle kristályrácsok, meg rácsok, de a fémszerkezetek között kerestem azt a fémszerkezetet, de nem találtam, ez már élet. De ez megint nem élet. Na, úgy is meg lesz. Ez is egy érdekes. Ez a hexán. Ez egy 6 szénatomból álló széllánc. A láncszerű szénvegyületekre. Egy érdekes példa. Itt is meg lehetett oktaéderekkel pontosan csinálni. És hát, ha ennyit meg lehet, akkor mind meg lehet. És akkor valószínű, hogy mind meg lehet, ugye? Itt látszik, hogy itt a végén CH3 van, itt CH2, 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 a végén megint CH3. Tehát lehet látni, hogy miért van rajta CH3 a vegyületen, ugye? Hogy 3 hidrogén van a végén, mert annyi fér el. És akkor itt is mind a két végén CH3 van, közte meg csak CH2, CH2, így a szénatomra úgy rajzogattuk le, hogy a szén alá fölé rajzoltunk egy hidrogént, ugye azt úgy rajzoltuk le, de ez így néz ki a térben. Ilyet sem nagyon szoktak mutogatni, most már ugyan sztereokémiában megjelenik, de még azért kell erre várni. Mégiscsak itt a koronén, ez egy nagyon szép molekula, majd egyet nagyítok rajta, hogy lássatok. Ez egy nagyon szép molekula, a benzolgyűrűből áll, piszok mérgező. Maga a koronén nem, de van egy hülye enzimünk, ami elbontja. Ez a koronén egy nagyon szép kinézésű molekula, nagyon jó térrezonanciában van, stabil, nem akar, ez egy koronszerű vegyület. Nem, mert azért vannak rajta hidrogének, csak kevés, látod? Tehát ez egyfajta szénhidrogén, csak roppant kevés. Koronén. A koromban van ilyen, igen, a dízel koromban. Tehát a dízelautó kipufogó gázában van ilyen koronén. Koronén, a koronához hasonló vegyület. Koronén. Nén. De a koromban lévő koronén. Tehát ez a lényeg, hogy ebben baromi sok térrezonátor van, ez sík vegyület, ha látod, tehát síkba elterülő vegyület, és ez akkor lesz mérgező, amikor egy enzim elmondja bentünk. Belélegzem, és van a szervezetünkben egy enzim, ami ezt képes elbontani, egyébként piszok stabil, de mégis. És ettől kezdve egy nagyon mérgező anyagokká alakítja át. Ez az enzim csinál belőle mérget. Nincs nekünk elég bajunk. De ez a koronén így veszélyes. Na, itt van, amit kerestem. Jó, 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 jó
Mondjad. A legmérgezőbb fegyület. Egy ugyanilyen nyolcágúban nem képzelhető el, amit az előtt. Édes aranyapám, tessék, hát mikor te kérdezed, én már föl is tettem, tessék már megnézni. Ugye, itt van föltéve, amit te kérdezel. De mint az előző, olyan. Majd olyan is lesz. Nyugi, minden lesz. Már készültem erre. A lényeg, hogy az alumínium, a réz, az ólom, vagy a platina, vagy ezek ilyen szerkezetbe kristályosodnak. Itt a kockában van benne az oktaéde, ez is az energiára rezonátor, az energia kétfajta formájára, a térre, meg a fényre. Arra a rezonátor, tehát mind a kettő fény, a tér is fény, csak az egy hatos fény, meg egy nyolcas fény. És ez a nyolcas fényre is, meg a hatos fényre is rezonátor, tehát mind a két fém attól kemény, meg együtt maradó, meg, mert hogy a tér és a fény az atomokat rezonanciába ott tartja egy helyen. Tehát mind a kettő a fénnyel és a térrel való rezonanciája miatt áll együtt. Az oktaéder az különösen egy olyan vegyület, ha csinálsz egy oktaéder alakú épületet, akkor az nem igen dől össze, ugye? Mint a piramis ugye úgy néz ki. Nem azért nem dől össze, mert hogy a háromszögek azok nagyon stabil felületet adnak ki. Az ötszögek nem. Tehát a dodekaéder az torzulni tud, tehát a dodekaédereket csinálsz egy dodekaédert hurkapálcából, ledobod az ilyen. Ha háromszögekből csinálod, akkor sokkal stabilabb. Kipróbáltuk, hogy ledobáltuk, és a háromszögek azok sokkal stabilabbak. Hát az építészetben is ez így van. Az építészetben ezt tudják is és használják is. Tehát az épület szerkezeteknél ilyen mindenféle további háromszögekre bontott rendszerek vannak, és akkor rettentő nagy kupolákat csinálnak ilyen háromszögletű elemekből, amit nagyon szar üvegezni, mert rossz háromszögletű ablakot vágni, viszont a felület az nagyon stabil, tehát azt a szél nem tudja egykönnyen lehorpasztani, vagy eltorzítani. Az a legmasszívabb. És itt vannak ezek a fémek. Igen. Ezek már mindenféle molekulák. Itt újra azok vannak, de nem visszafele megyünk. Na, az életig akartam eljutni. Ez egy felülnézetben így néz ki egy DNS. És hát ilyen kiszínezve meg így néz ki. Nem azt jelenti, hogy a DNS-ben piros molekulák lennének, tehát nehogy így képzeljed el, hanem csak azért színes, hogy te meg tud különböztetni, hogy ezek azok a cukorfoszfát vázak, ez a kettő spirál, amit itt látsz, az így meg van csavarodva, egy balos csavarú, és ezek meg azok a létrafokok benne, a létrafokok, a molekulák, ezek a fehérje molekulák, amik ott benne vannak, az aminosavak. Négyféle aminosav variálódik főképpen ezekben, aminek ACTG 64 variációja van. 64, triplettekben 64 variációja van, dublettekben pedig 400. Tehát dublettekben 400 variációja van, triplettekben meg 64. Tessék észrevenni, hogy a koronánkon 64 almandin van, tessék észrevenni, hogy 64 dimenziós az univerzum, tessék észrevenni ezeket a roppant, tessék észrevenni, a saktáblán 64 mező van. 64 vármegyéje volt Magyarországnak, és a koronaőröknek a kócsaktollában 64 szál van, képzeld el. Tehát van egy kócsaktoll a süvegükön, és azon 64 szálnak kell lenni. Kell. Miért minden vármegyéhez tartozik egy szál tollból? Hát most ezt képzeld el. Most ez a nép, aki már ezt a 64 vármegyét nem ma találta ki. Nem az én hatásomra találta ki, meg nem a mit tudom minek, hanem ezt már nagyon régen így tudjuk. Ez egy stabil ország volt azért elég sokáig, azért 1000 évig elég jó. Még ha darabolták erre arra hamarra, még csak mindig visszaállt, mindig valahogy fölállt ez a rendszer. Mindent megpróbáltak a törökök, mindent megpróbáltak az osztrákok, meg hát az oroszok, meg hát mindenki mindent megpróbált. Ennek ellenére tudtuk, hogy az orosz nem marad örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. Tessék, parancsolj! Annyit tennék hozzá, hogy a horvátokkal együtt voltunk 72 vármegye. Az meg a kerubok száma. Így van.
A 72 Almandin helyett, ugye 72 gyöngy van a Pánton. Képzeld el, nem lehetett több, mert annyi kerub van. Az a kerub, ki az a kerub? Azok a főangyalok. Hány főangyal van? 72, és ezekből van lányok meg fiúk. A lányoknak a neve mindig Aciakra végződik, a fiúknak a neve mindig Élre végződik. Gábriél, Mikáél, nem Mihály arkangyal. És itt van a simliskedés benne, mert lefordították magyarra. Miká. Miká, az a neve, hogy Miká. Mikáél. Hát mert él. Mert nem csak azért, mert él, hanem ő az élet forrása. Ő az élet forrása, tehát ezek az arkangyalok, vagy hogy kerubok, pontosabban ezek a kerubok, ezek az élet forrásai. Belőlük indulnak ki azok a további teremtmények, mindegyikből indulnak ki ilyen teremtmények, és ők a saját rendszerük éltetői. Ha őket kivennénk a létezésből, az egész alrendszer is eltűnne. Tehát azt hiszem, hogy ez fontos. Némileg. Némileg, ugye? Hát persze, nézd, lehet utálni a benzinkutat, de ha autód van, azért ne terjedjen odáig az utálatot, hogy följutod meg az összeset, mert attól kezdve hová mész tankolni. Ez pontosan olyan, tudod, hogy talán ezeket a kerubokat, talán becsülettel, csak annyit kéne menni, hogy jó van főnök, nagyon rendes, vagy semmi, nem kell többet. Köszönöm főnök. Hát most nem várnak el, nehogy azt, hogy seggencsúszást várnak meg, ilyet nem várnak. Mert hát te vagy ő. Hát miért várna tőled seggencsúszást? Ez butaság. Te nem egy beosztott vagy, csak egy alteremtmény. Az nagy különbség. Tehát a Józsi nem beosztott az Istennek, hanem csak alteremtménye. Határozhat a sorsod fölött, mert ő jobban látja föntről, hogy neked mi a jó. Mert azt hiszed, hogy neked a tested a fontos, és ha meghalsz, akkor milyen tragédia. Nem. A lelked kap egy sokkal jobbat esetleg, egy sokkal jobb élettel. És már is megvan, amire vágytál, de minden megvan. Tessék, parancsolj. Egy kerub teremt egy univerzumot? Igen. A sajátját. Mindenki a sajátját teremti. Nagyon fontos. Igen. Tessék, parancsolj. Szeretném kérdezni, hogy erről a hadzsönféle anyagról, amit a teretén talált, hogy ajzónál van, az különleges anyagról. Biztosan, hogy... Miért talált? Szívegyutólag egy... meteorit csaporozta be, amit aranyból is el lehet állítani, aranyfehér pornak nevezik ezt az anyagot, és nagyon érdekesen viselkedik. Ilyen szupravezetőként meg eltüntet tereket, tömeget, ahogy a hőhatására változik. Jó, hát igen, hát a lényeg az, hogy az univerzum talán bonyolultabb az, mint amilyennek hiszük, és nem csak annyiból áll, amit ismerünk belőle, hanem még van egy csomó felfedezni való, de ez jó. Hát nem fogunk unatkozni, hát ez jó. A kutatók sem fognak unatkozni. Lehet azt mondani, hogy az a por nincs, vagy az a tárgy nincs, azt lehet mondani. Az a legegyszerűbb. Azt mondod, hogy ez a Hudson-féle, vagy hogy hívják Hudson? Hudson-féle, az nem is létezik, sosem esett le, Hudson se létezett, az egész csalás, ezt lehet mondani. De aztán meg lehet nézni, a francba tényleg eltűnt mellette, vagy mit átalakult. Akkor el kell kezdeni gondolkodni. Az a jó, az Isten ne ravasz, de nem rossz indulatú. Az úgy működik, hogy mindig odaad, azt az Einstein mondta, nem én. Tehát ez nálam egy sokkal okosabb volt. Tehát az a lényeg, hogy azt mondja, hogy eléd tesz feladatokat, és ezeket a feladatokat neked meg kell oldani. Azért jöttem előre, hogy ne kell nektek hátrafele fordulni, mert kitörik a nyakatok. Tehát ez a mindig elég tesz ilyen látszólag semmit mondó kis por, kis fehér por. Igen, haver, csak ott olyan jelenségek kezdenek körülötte keretkezni, ami sehogy se fér bele. Ez valami másik számunkra ismeretlen anyag, mert mondjuk egy űrhajó szarrá ment, és leesett belőle egy darab, és ez a darab ilyen bolond anyag. Abból volt valami benne. És az ide leesett a földre. Hát de talán láttátok, hogy az Istenek a fejükre estek. Ki látta? Sokan látták, jó. Marha jó volt, ilyen bocvánai film. Hát szétszakadtam rajta a röhögéstől. Kis négerek, ilyen izék, nem láttak keményebbet izénél, csak homokot láttak maguk körül, a fánál nem láttak keményebbet. És akkor utána egyszer csak egy pali megy, egy repülőgéppel, ilyen kis repülőgéppel megy a izé fölött, a sivatag fölött,
és iszik egy kólát, és kidobja az ablakon, és az leesik az üveg, leesik a tábor mellett, és ezt megtalálják ezek a bantu négerek, és akkor elkezdik először a sátorkarót beverni vele, nagyon jó, aztán végén egymást is agyonverik ők vele, mert nagyon kemény, nem megy szét a kólás üveg, de már több halottja van a dolognak, és akkor úgy határozza a törzsfőnök, hogy el kell vinni a nagy szakadékhoz, ami 1000 kilométerre van, és akkor elmennek a Viktória vízesésnél, be kell dobni. És akkor elgyalogolnak a büdös francba a Viktória vízeséshez, ketten egy küldöttség, és bedobják a végén a kólás üveget a Viktória vízesésbe, hogy megszabaduljanak ettől a gonoszságot hozó üvegtől. Tehát ez is olyan, hogy ez egy gonoszságot hozó darab volt, már olyan értelemben, hogy ezen gondolkodni kell, ez gonosz. Hát ez nem hagy engem itten ülni és vakarozni. Nekem most gondolkodni kell. Én mindenféle anyagot felelőtlenül felejtni, nagyon érdekes volt, mert komoly kísérleteket és vizsgálatokat csinálnak, komoly laboratóriumban, és a hő hatására megjelenne iridium, aztán egyszer csak eltűnt, akkor egyszer csak kálciumot tudtak benne felfedezni. Egy bizonyos hivatására egy edénybe eltűnt, a tömegét is elvitte az edénynek. Nagyon érdekes. Igen, lehet, hogy valami négydimenziós anyag volt, de valami különleges négydimenziós anyag, amivel nekünk lila ködünk nincs, hogy ez micsoda, de az Isten úgy elénk tette egyet, hogy na gyerekek, itt van, rágjátok a gumicsontot, itt van, szórakozzatok vele. És mi meg rágjuk a gumicsontot. Tehát csomó ilyen van, van még egy, ezen kívül is van egy csomó minden, pontosan ilyen fehér por, mert vannak ilyen érdekes anyagok, Ausztráliában nagyon sokat állítanak ilyet elő, és a mi rendszer, az egyik papnőnk csinálja többek között. Úgyhogy, hogy mondjam, nekem ezekkel általában van kapcsolatom. Erről speciál nem hallottam, de sok ilyen érdekes dologgal van közvetlen kapcsolatom, mert mondjuk egy barátom foglalkozik éppen vele, és azzal én e-mailbe levelezek, és küldözgeti, lefényképezi, küldözgeti nekem a dolgokat. Tehát ezek is nagyon izgalmasak. Tehát visszatérve a gondolatunkhoz, ezeket az atomokat mi tartja egyben? Ilyen rendszerben, ugye? Mi tartja ebben általában? Ugye az elektronok összekötik, jó. Mi keringeti, akkor menjünk le. Mi keringeti az elektronokat? Soha nem tudták indokolni. Az Isten. Az Isten, ugye? Nem, de tényleg az keringeti, az a nagyon érdekes. Úgy keringeti, hogy az időben áthelyezgeti a dolgokat. Tehát minden úgy működik, a mozgás úgy jön létre, hogy az időben áthelyezgeti a dolgokat állandóan újra is arrább és arrább a téridő, a fénykvantumok, az anyag, és minden áthelyezgeti a saját idejébe. Tehát minden felhőszerűen létezik, Heisenberg-féle határozatlanság. Tehát a téridő, és nem csak a téridő, hanem a téridővel létező, összes létező másolatinak a másolatia, tudnék egy darab fénykvantum forrásból elindult az egész, az a Szentlélek, és aztán az elágazásaiból keletkezett lélek, anyag, mindenféle, ez az evolúció lényege, hogy igaz, hogy van egyfajta evolúció a teremtésben is, de a Darwin is csak azt mondta a fajok eredetének a végén ott a szövegben, hogy én úgy gondolom, hogy az Isten ebbe a sorrendbe teremtette a dolgokat. Tehát nem a majomtól származunk, hanem a majom hardverje volt meg előbb, és aztán csinált egy ennél még jobb emberi hardvert, de már a csuklót, meg a mitta, ami már kitalálta új perceknél, vagy a tértkalásznál, vagy mi, azt már beletette. A farkat levette róla, nem kell rá, áttervezte az egészet. Nem négykezű lett, hanem kétkezű. Én nem négykezű lett, mint a majom, hanem kétkezű. Tudni, mi a lábunkkal nem tudunk szembefordulni, mint a kezünkkel. Lábaddal így nem tudsz fogni. A lábad nagy ujja nem fordul szembe. Vagyis, hogy a majomnak négy keze van, nem keze meg lába, mert azt mondjuk, hogy négy lába van, egy francokat, négy keze van. Ezt egy nagyon kedves papbarátom fedezte föl, hát eldobtam az agyamat, mikor olvastam. Igen. Hát ez valami egészen, a Pista bácsi fedezte föl. A Kopácsi Pista bácsi fedezte föl, ez egy öreg református pap. Mondom, de hát nézd meg, hát a majomnak is tényleg nincs neki lábam, azt mondja, hogy négy lába van. Arról sebet van annak négy lába, négy keze van. Mind a négy szembe tudja fogni, fol a lábával is tudja fogni az ágat. Hát erre gondoljatok. Tehát itt valamit nagyon elrontottunk, logikailag rontottuk el. Hát el van rontva, na. Hát akármit magyaráz, festheti magát a biológus, nem vette észre. Hát ilyet egy biológus nem vesz észre, akkor mi a francokat néz? Hát ezek alapvető. És egy pap vesz észre. Miért egy pap vesz észre? Miért nem egy biológus?
Mert hogy én most már 64 éves vagyok, nekem egy biológus nem mondott még ilyet. Úgyhogy kezdjük akkor előről. Gondolkodjunk, tessék. Egy rövid viccem. Mondja. A legend is észrevette, ő mindig így részeket. A Tamás? Nem, ez könyököl a kocsmába Dunakeszin, és azt kérdezte tőlem, hogy ott a társaságtól, hogy fiúk, mi a tökéletes aszkézis? És akkor mondta, hogy a majom lába. De hát miért? Mert aszkézis. Ha már emlegettem. Jó, hát tökéletes aszkézis volt a Schlusspénunk. Hát 10 óra van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor jövő csütörtökön találkozunk. És hozzatok magatokkal barátokat! És ha tetszett, akkor hozd el a barátodat, ha nem tetszett, akkor az ellenség.